Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket megemlékezésünkön, melyet az 1943-ban a Donnál megsemmisült II. Magyar Hadseregre emlékezve az egykori hősök tiszteletére rendezünk. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Pócs János urat, az Alsójárság országgyűlési képviselőjét és fiát, Bolla János regnáló jászkapitány urat és feleségét, Perc László emeritus jászkapitány urat és feleségét, Kis Gábor plébánost, érseki tanácsost, Sári Ferenc urat, Pusztamonostor polgármesterét és feleségét, Vakos Andor alpolgármester urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, az intézmények és a civil szervezetek vezetőit. Plébános atya, dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó napot kívánok, kedves polgármester úr, jászkapitányok, kedves feleségeiket is szeretettel köszöntöm. Kedves hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket azon a napon, amikor 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékezünk. Azokra a hősökre, akik a jégbe fagyott Dunapartján életüket vesztették. Amikor a II. Magyar Hadsereget a keleti frontra szállították, katonáink felváltották az addig harcoló német csapatokat, és magukra vállalták a Donpartján a 208 km hosszú folyóvédelmi feladatokat. A magyar katonák megnyerhetetlen harcot vívtak. A túlerővel néztek szembe, a csapatok váltás nélkül 24 órában harcoltak. 1943. január 12-én 9 óra 45 perckor megindult a háromszoros túlerejű orosz támadás. A csaták szörnyű poklában Magyarországtól 2000 km távolságra, a hazától távol több tízezer magyar hunyt el, vagy lett hadifogoly. A 200 000-es magyar seregből több mint 100 000 soha nem tértek vissza. Kedves megemlékezők, kedves polgármester úr, egy ilyen meghívásra a szónoknak készülni kell. Én is készültem internetről, történelmi könyvekből, történelmi eseményekről és egy történelmi összefoglaló beszédet szerettem volna tartani. De hallgatva a plébános atyát, ha megengedik, akkor ezt most inkább félretenném. Ahogy a plébános atya számtalan esetben emlékeztetett a Szentmisén, emlékezzünk. És ha megengedik, én is inkább emlékezni szeretnék. Itt a szomszéd kisfaluban, Csányon nőttem fel a Monostori utcában, és a gyermekkorom első temetése az a nagymamám testvérének a temetése volt. Természetesen, mint minden gyermek számára egy temetés egy nagyon megrázó és maradandó élmény, hiszen ott azonosul egy gyermek első alkalommal azzal, hogy nincs tovább, és ott hallottam első alkalommal a kántori énekében azt a fájó mondatot, hogy látjátok testvérek, ennyi az élet. Amikor hazamentünk, akkor meglepődtem egy dolgon, a nagymamám, amikor mesélt a testvéréről, akkor úgy éreztem, hogy nem ezt a testvérét sajnálja a legjobban, akit éppen most temettünk el. És megkérdeztem tőle, hogy miért van ez, és elmagyarázta. Azt mondta, tudod fiam, ez az élet rendje. Az a testvérem, akit most eltemettünk, egy boldog életet élt. Egy boldog családot hagyott maga után, gyermekei, unokái voltak. Itt nyugszik a temetőben, bármikor kimehetünk a sírjához, imádkozhatunk és gyertyát gyújthatunk. De volt egy másik testvérem, mondta. Aki katona volt, elment a Donba, és nem jött többé vissza. Nem tudtunk tőle elbúcsúzni, és nem hagyott maga után senkit. És könnyes szemmel mondta, hogy tudod fiam, ha én már megveszek, akkor ő rá nem emlékezik senki. Nincs itt a temetőben, nincs, aki imádkozzon érte, nincs, aki gyertyát gyújtson a sírjánál. Aztán később, amikor közéleti pozícióba kerültem, az első ember, aki kéréssel fordult hozzám, egy 80 év fölötti idős néni volt. Azt kérte tőlem telefonon, hogy akkor menjek el hozzá, amikor nincs otthon a családja, mert amit kérni szeretne, azt a családja nem értheti. Elmentem hozzá, szegény már nagyon beteg volt, ült a beteg ágyán,
és az ágynemű tartóból megsárgult szerelmes leveleket vett elő. Azt kérte tőlem, hogy olvassam el. Egy nagyon szép, romantikus, szerelmes levelek voltak. És azt mondta a néni, hogy látod fiam, ő volt az én igazi nagy szerelmem. Katona volt, hős volt, meghalt a Donnál, nem jött többé vissza. Én új életet kezdtem, de őt soha nem felejtem el. Neki viszont nem voltak szülei, nem volt testvére, nem voltak gyermekei, nincs, aki emlékezzen rá, és azt kérte tőlem, hogy mivel eddig a hősök emléktávjára, táblájára valamiért nem került fel a neve, azt kérte intézem el, hogy felkerüljön. Megígértem, de ez egy hosszú procedúra volt, hónapokig tartott, és szinte minden este felhívott, és azt mondta, hogy siessek, mert már nincs sok ideje. Amikor sikerült az emléktáblára felvésetni a szerelmének a nevét, egy fényképen elvittem hozzá, és ritkán lát az ember olyan boldog arcot, mint amilyen boldog volt a néni. Azt mondta, most már tudja, hogy megmarad. Valahol az emberek emlékezetében megmarad. És az volt az utolsó mondata, a köszöneten túl, hogy most már nyugodtan halok meg. És higgyék el, a legnagyobb meglepetésünkre az ennek éjjel a napból. Súlyos betegségében hónapokat várt arra, hogy ez az álom valóra váljon. Én egészen biztos vagyok benne, ahogy a plébános atya is mondta, talán az országban egyetlen egy család sincs, aki ilyen vagy hasonló történetekkel ne tudna emlékezni. Ahogy a plébános atya is mondta, az én édesapám is volt a fronton, és azt mondta, hogy abból a csapatból, ahogy ő harcolt, minden tizedik ember jött haza. A film minden alkalommal elmondatja a papával más-más megvilágításban ezeket az eseményeket, és a fiam szokta mondani a többi testvérének, hogy ugye átérzétek annak a súlyát, hogy ha a nagypapa nem az a bizonyos minden tizedik lett volna, akkor mi most nem lennénk. És kedves emlékezők, minden ilyen alkalommal emlékeznünk kell arra, hogy ebből a hazából hiányzik több mint 100 000 ember. Hiányzik több mint 100 000 embernek a családja. Hiányoznak az ő meg nem született anyukái. És ha nem hiányoznának, minden más lenne. Talán itt puszta monostoron is mindenkinek más lenne a családja. Mindenkinek más lenne a szomszédja. Kedves emlékezők, ahogy a plébános atya is kérte, hogyha róluk más emlék nem maradt, csak egy-egy emléktábla a településeknek a város közepén, nekünk mindig emlékezni kell. Hálás szívvel emlékezni kell rájuk, mert ahogy Jézus Krisztus is értünk halt meg a kereszten, ők is értünk haltak meg egy értelmetlen csatában. Megemlékező gondolataimat kérem, engedjék meg, hogy Hemingway szavaival zárjon. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel. Ezért hát sose kérdez, kiért szól a halang, érted szól. Köszönöm, hogy meghallgattok.